És itt, ezen a képen, az egyetlen még, ami legelni tud, az ez. És mi ez? Ez mi ez? Nem, ez egy ló. Ez az egyetlen, ami itt tud legelni. Amennyiben ilyen méhek fognak röpködni, én nem fogok kimenni az utcára. Köszönjük szépen, ennyit akartam. Ez egy ilyen szórakoztató részlet. Üdvözlet mindenkinek a legújabb hangvagyban. A mai adásban foglalkozni fogunk a melegellenes pedofil törvénnyel, a magyar válogatott futball EB-n elért eredményeivel, a mélegelőkkel, illetve Orbán Viktor elvárásaival, és akik ezekben a témákban partnereim lesznek, az Varga Ádám a Pesti TV-től, Dóci Péter az Alternatíva Pártól, Nagy Karcsi önkormányzati képviselő, illetve Varsányi Bence az Azonnalitól. Korábban nagyon sokat beszéltek már a közéletben a pedofil ellenes törvényről. Sokáig az országgyűlésnek a konszenzuális elfogadását élvezte, de egy módosító javaslat bekerült ebbe a törvénybe, ami gyakorlatilag összekívánja mosni a homoszexualitás kérdéskörét a pedofíliával, illetve meg akarja tiltani azt, hogy népszerűsítse a homoszexualitást az iskolákban valamilyen szervezet. Sok mindenre kitér még ez a törvény, sok eleme van, amit kifogásolnak, de most arra lennék kíváncsi, hogy Ádám, szerinted miért volt szükség ezekre a módosító javaslatokra? Köszönöm, hogy én kezdhetem, igazán megtisztelő, pedig reméltem, hogy rákontrázhatok pár ellenvéleményre, de nem baj, induljunk, fussunk innen neki. Szóval, nem tudom, mennyire vagytok képben ezzel, hogy a nyugati iskolákban, könyvtárakban, óvodákban esetleg gyermeknevelésben milyen szinten vesz részt az LGBT. Na most ketté kell választani az LGBT, illetve a homoszexualitás népszerűsítését, vagy bármilyen szexualitás népszerűsítését. Tehát onnantól kezdve, hogy egy brit iskolában például azt tanítják a gyerekeknek, hogy hogyan kell maszturbálni 6 éves kortól, tehát ez nem odaillő semmilyen szempontból. Onnan, hogyha tovább megyünk, ahogyan egy szintén brit magániskolákban azt tanították egy gyereknek, a gyerekeknek, hogy írjanak szerelmes levelet abban a kontextusban, hogy az egyikőjük Henry Herceg és Tomásnak kell írni egy levelet, és az volt a feltétel, az volt a kritérium, hogy miért fantasztikus dolog, hogyha összeházasodtok. Tehát ez a népszerűsítése. Azt, hogy itt sokan össze akarták mosni azzal, hogy ezzel az egész elfogadás, meg gyűlölködést szítanak, nem, az elfogadás az fontos dolog, az továbbra is megvan. Tehát akit diszkriminálnak ilyen szempontból, azt a törvény megvédi. Itt konkrétan azzal próbál, tehát én azt látom ebben a törvényben, ebben a kitételben, hogy a Fidesz próbálja megelőzni azt, ami nyugaton már divat, illetve a drag queen-ek által tartott story hour, amit rendszeresen 3-tól 5 éves korú gyerekeknek tartanak, ahol nem, tehát nem kritérium az, hogy a drag queen ne legyen túl szexualizálva, illetve olyanok vannak, tehát ez rendszeresen megtörténik, hogy a gyerekeknek erotikus táncot lejtenek drag queen-ek, ha beütet, hogy drag queen dance, ha beütetek a YouTube-ba, hogy drag queen dance, akkor számtalan ilyen videó van, ahol gyerekek előtt vonaglanak női imitátorok, és ez több mint undorító, és itt azt látom, hogy a kormány ezt próbálja megakadályozni, hogy egy ilyenben ne fusson bele az ország vagy az oktatás. És ez szerint egy valós veszély, és mint a Csepel, mint a Kovács Béla utcai óvodában, hogy megtámadják a drag queen-ek. Tehát, hogy mondjam, ez a legnagyobb probléma az országban várj, most. Ez volt a cél tényleg az a kérdés az, hogy ez valós, kérdés az, hogy ez valós veszélye, ez a kérdés. Tehát... Nem, az, hogy aktuális-e, azt kérdezem, nem, hogy valós-e, mert feltételezem, hogy úgy van nyugaton, amit mondtál, benefit of the doubt, oké, tiéd, de itt ez most aktuális. Mi nyugaton szerint... aktuális? Hadd válaszoljak pár kérdéssel. Nyugaton 10 évvel ezelőtt aktuális volt? 1, 2, hogyha olyan szinten nem aktuális, hogy nem érint senkit, akkor hogyan lehet kirekesztő? Ha nem érint senkit, akkor miért kirekesztő? Hát azért kirekesztő, mert összemossa a pedofíliáról most körülbelül egy szót nem szóltál egyébként ebben a kis monológodban. Miért itt kellett arra... volna? Mert én nem mosom össze az LGBT-t a pedofíliát, két külön dolog. Hát de ez a törvénycsónak pont az a lényege, hogy összemossa. Hogyan? Az egyik lényege, hogy összemossa. Ha kritikát kellene megfogalmaznom ezzel a kapcsolatban, akkor azt mondom, hogy talán nem lett volna ekkora cirkusz belőle, hogyha két külön törvénycsomagban fogadják ezt el, bár láthattuk a túlóra törvénynél azt, hogy a baloldal előszeretettel hívta utcára a seregeit, azt a pár ezer embert, és azt híreztelték az egész Európai Unióban, hogy a túlóra törvény ingyen munkára kényszerítené a magyar munkavállalókat, kihasználná őket, illetve 3 évvel később fogják fizetni a túlórabért. Sargentini azt, hogy ezt írta bele a Sargentini jelentésbe, és erről tartott előadást egy közönség előtt az Európai Unióban. Na most,
ott is ugyanez volt, megvan videón nekem, ugyanez volt, hogy felnagyítottak valamit a végtelenségig, és amikor én kint voltam a tüntetésen, amikor a pedofil ellenes törvény ellen tüntettek, akkor konkrétan nem tudták megfogalmazni a tüntetők, hogy mi ellen tüntettek, csak a Terex Index 444 HVG leírta, hogy ez rossz, nekünk ez rossz, ezzel összemossák a pedofiliát a homoszexualitással, annak ellenére, hogy én magam soha nem láttam ezt bele, tehát én nem akartam belelátni ezt, mert nem volt benne. Az, hogy ők ezt magukra vették, annak ellenére, hogy itt nem a valaki ellen szól, hanem a gyerekek mellett, az egy teljesen másik kérdés. És Bence, te hogy látod, vagy Karcsiótól, hogy látjátok bele a pedofil ellenséget ebbe a törvénybe? Mármint a pedofilia összemosását a homoszexualitással. Az a helyzet, hogy igazából itt arról van szó, hogy nyilván a kormánypártnak érdeke az, hogy az előválasztás előtt, illetve a választás előtt valamilyen éket törjön a baloldali tömörülésbe, és ez pontosan felhívta arra a figyelmet, hogy igazából mennyire különbözően gondolkodnak ezek a pártok. Ugye konszenzus volt egészen addig, ameddig bele nem tették ezt az amúgy teljesen fölösleges részt, ami a homoszexualitással kapcsolatos. Itt, amikor mondtad, hogy a homoszexualitás népszerűsítése, tehát hogy kérlek, mondja például, én ezt nem annyira értem, hogy én részt vettem diákként, gimnazistaként melegség és megismerés programon, itt a egyik elitiskolában, hova jártam, mégsem változott a szexuális orientáció. Nem volt elég. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, viszont arra jó volt, hogy azokban az emberekben, akik esetleg félve vagy idegenkedve közelítettek olyanokhoz, akik esetleg melegek lettek volna, sokkal könnyebben ment azután a de ez jelenleg is így van. Tehát a felvilágosítás azzal nincs. Tehát azzal, hogy te most különböző... Azért kérdem, mi a népszerűsítés? A népszerűsítés az, amikor te ezt... Igen, ketté kell választani. Amikor elmondod, hogy a társadalomnak van egy ilyen része is, amit el kell fogadnunk, tehát ezt tolerálnunk kell olyan szempontból, hogy ezért nem szabad senkit kirekeszteni, ugyanúgy, hogy nem szabad senkit azért, mert rövid a haja, hosszú haja, kék a haja, lila a haja, most mondtam bármit, tehát magas, alacsony, teljesen mindegy, hogy honnan veszük. A kiközösítés vagy kirekesztés az alapvetően egy negatív kontextus, és az iskolában is ezt kell hangoztatni. Nekem személyesen van olyan meleg ismerősöm, akit az iskolában még Ukrajnában borzasztó, tehát el tudom hinni arról az emberről, hogy depressziós, mert olyan szinten nem volt meg az elfogadási kultúra, mondjuk Ukrajnáról beszélünk, hogy ő ezt nehezen élte túl a középiskolát. Ez fontos. Tehát az, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy ezeket nem szabad bántani, ezeket az embereket, az fontos. A népszerűsítés ott kezdődik, amikor te úgy adod elő ezt az egészet, úgy próbálod kommunikálni, hogy úgymond nem csak, hogy megtanítod nekik, hogy elfogadják, hanem egyfajta kíváncsiságot ébresztesz a gyerekekben afelé, és megpróbálod megkérdőjeltetni velük a saját szexualitásukat. Na de Ádám, bocsánat, így fél mondat. Te azt állítottad meg ezzel, flexeltél éppen az előbb, hogy te olvastad ezt a törvény javaslatcsomagot. Az öncélú van benne az a kifejezés, az öncélú népszerűsítés. És az, hogy ki mondja meg, hogy mi az öncélú, tehát ez abszolút annyira homályosan van megfogalmazva, hogy konkrétan az is büntetendő lehet, hogyha csak megemlítik, hogy van olyan, aki a saját nemét szereti. Tehát az, amit te is elítélsz olyan szempontból, hogy erről lehessen beszélni, azt ez a törvényjavaslat megengedi. Péter, ez túl sok a feltételes, bocsánat, túl sok a feltételes mód ebben a mondatban, amit most mondtál. Szerintem meg a törvényben van túl kevés konkrétum, és túl sokat enged meg potenciálisan. Szerintem itt Ádám nagyon ügyesen egy ilyen teljes világmagyarázattal indított el, köszönöm, amit egy ilyen fideszes világmagyarázatnak látok, és egy ilyen apró igazságok össze vannak kötve egy olyan látomássá, ami nem létezik. Szerintem ez nem valós veszély, amiről beszélsz, és ez abból is kitűnik, hogy alapvetően csak ilyen angol száz és amerikai szélsőséges pillanatokat hozol fel. Szóval egy kicsit úgy érzem, hogy így behozod őket a beszélgetésbe, importálod ezt, vagy ha már mondtam, hogy fideszes világmagyarázat, importáljátok ezt az egészet ebbe a párbeszédbe, és nagyon úgy gondolom, hogy Bence próbált talán a kérdésével feszegetni, hogy ez nem egy valódi veszély. Én oda kanyarodnék vissza, hogy szerinted az a ismerősöd vagy barátod, aki annyira támadva volt a homoszexualitása miatt, hogy ahogy fogalmaztál, nehezen élte túl a középiskolás éveit, ilyen rengeteg van ma is Magyarországon, hogy érzik ők most magukat, amikor gyakorlatilag
egy politikai játszmának a szinte révé váltak, mert nyilván nem arról van szó, hogy vagy remélem, hogy ennek a törvénynek pont amiatt, mert amúgy rosszul van szerkesztve, tehát bármit bele tudunk meg annak az ellenkezőjét is képzelni, tehát valaki már azt mondja, hogy Harry Potter se lehet leadni, valaki azt mondja, hogy de csak 18-as karikával, de hogy érzik ők magukat, gyakorlatilag egy játszma részébe váltak. És a kíváncsiság, hát nyilván minden ember más, és mindenkiben a szexualitás, a pubertás korban a kíváncsiságok ébrednek, de hogy tényleg azt gondolod, hogy azáltal, mert valaki, nem tudom, elmegy egy, vagy elmegy egy ilyen programra, ami akkor megkérdőjelezi a saját identitását, vagy orientációt, és ez feltétlenül probléma? Jó, másik kérdés. Ezt jegyezzük föl, mert nem tudok mindenre ilyen szinten reagálni. Kérlek, Péter, definiáld a szélsőséget. Definiáld nekem a szélsőség fogalmat. Kezdődik. Mit kezdődik? A maszatolás. Nem. Hadd válaszoljak. Meg akarom érteni. Figyelj, nem definiálom. Azért nem definiálom neked. Mert akkor nem lenne igazad. Hadd mondjam végig. Szóval, te felrajzoltál egy egész kontextust, egy képet, amiben te helyezted ezeket a pillanatokat, hivatkozási alapként szélsőséges leírással és ábrázolással. Te tetted szélsőségé, nem fogom definiálni. Szélsőségé teszem-e azt? Várjál, ha már érzelmek, amit érzek, hogy bennem van ezzel kapcsolatban érzelm, de szerintem a többieken is ezt érzem, ahogy kérdezted, Karcsi, hogy érzik magukat ezek az emberek. Én azt látom, hogy ez az egész tudatosan erre van felhúzva, hogy legyen ez az érzelmi reakció, menjenek ki az emberek, és gyors egymás utánban követik egymást ezek a lépések így a kormánypárttól, és ebben az egész ilyen, hogy mondjam, propagandagépezetben és konglomerátumban, és ez tudatos, hogy utána a Szabó Timi kirakja a harcos egy Amazon mondatát, így van, és ez mind tudatos. És a kormány megvette Szabó Timát. De most Szabó Tíme a kormány. Nem megvetted, de annyira tudja, hogy a Szabó Tíme mit fog reagálni bármire. Kiszámítható. Igen. Tehát, hogy ez teljesen csak a gombot kell megnyomni. Igen, így van, pontosan. És akkor vigyük is tovább ezt a párbeszédes DK-s dolog, hogy ők erre válaszul hozták elő ezt a Gyónási titoknak ugye a feloldozását, amit így valahogy nagyon nem értek. Tehát egyszerűen ez egy nagyon-nagyon buta húzás volt, és egyszerűen annyira rosszul esik, hogy ezt kell mondjam, de ez egy buta húzás volt a részükről. Azért, mert szerintem ennek sincs köze ahhoz, aminek a törvényről. Nem, ugye, törvénynek szólnia kellett rúgni, és pillanat keresztényeknek. De akkor teljesen összehoztuk az egyházat, igen, behúztuk azt, tehát gyakorlatilag azt sugallták, volt is valami félmondatuk, hogy és elsősorban a katolikus egyház, és hogy behozták ezt is a beszélgetésbe, és erre a leggyönyörűbb az volt, valószínűleg csak szemlézte a Mandinár, tehát a forráshoz nem biztos, hogy jól hivatkozom, egy atya, nem emlékszem a nevére, ugye terrorizmusnak nevezte a DK-nak és a párbeszédnek ezt a húzását, és akkor már teljesen így mondom, hú, ezeknél nagyon elgurult a gyógyszer, gondolj bele, hogy amikor már ott tartunk, hogy utána húzzuk bele az egyházat, és akkor egy atya megszólal, és amit hogy terrorizmusnak nevezi, és Istenre hivatkozik, az meg olyan gyönyörű volt. Nem, hát egy évfegyverrel megy be Szabó Tíme a gyóntatófőtjére. Mert hogyha már három az egy felállásban vagyunk, amit én egyáltalán nem bánok. Én beülök mellé, szívesen mindig is akartam ilyen fideszes szócsúlyanyag. Tök jól lenne, nem tudja a Tímak lenni semmi. Egyszerűbb lenne, hogyha Péter helyet cserélne Attival. Tehát itt sokkal kreatívabbak lehet, mindegy, nem az a lényeg. Volt ilyen koncepció? Az a lényeg amúgy, hogy szélsőség. Tehát azt mondod, hogy nem fogod definiálni. Ezt muszáj szétszedni, mert ezt egyszerűen nem tudom elengedni. Voltak olyan esetek, megint csak ez, hogy Amerika vagy az Egyesült Királyság, nem mondom meg pontosan, hogy egy nőimitátor leült egy csapat gyerek elé, kb. Ilyen magasságban, ilyen bárszékszerűen, és a gyerekek ültek körbe, és úgy volt rajta egy miniszoknya, hogy nem volt rajta alsó, széttette a lábát. Okay. És ez egy mainstream event, ami minden nap megtörténik, vágy, és ahol és törvényt kell ráhozni. De ez hogy magyarulja most, a teljes törvények szerint is büntetendő, mint adni a nemi ez egy példa volt a szélsőségre, igen, erre van, igen. Ez egy példa volt a szélsőségre. Desmond is amazing, szerintem mindenki ismeri, illetve örülj neki, illetve, de ebből is látszik, hogy nem vagy ilyen szinten tájékozott, mert bocsánat, és nem személyeskedni szeretnék, hanem hogyha ezt az oldalát nem ismered az érmének, akkor nem tudsz objektíven megvizsgálni semmit. Tehát az, hogy addig tekered az internetet, amíg meg nem találod azt, ami illik a narratívába. Nem fejeztem be, de értem, mit mondasz, hadd fejezzem be, na most. De ki amúgy, bocsánat. Desmond is amazing, igen. Írd be, kérlek majd a nézőket is erre, buzdít. Desmond is amazing, és akkor ki lesz a hát ott te terjesz itt az igen. Szerintem ez a né-
népszerűsítés. És lesz akkor, ha megnézed, és látod azt, hogy egy elmondó lelőben a point, egy 9 éves gyerek, aki megnézett egy drag queen műsort, ezen túl látta ezeket a női imitátorokat, beöltözött ilyen női imitátornak, 5 éves lehetett, amikor az anya női cipőit hordta, meg ilyen minden Tesco-szatyorból csinált magának ilyen ruhát, tök aranyos volt, az anya elvitte orvoshoz, gender diszfóriával diagnosztizálták, azóta futtatják, egy meleg bárban fellépett, egy meleg bárban az a gyerek táncolt, igen, így történt, van is róla, még nekem is videóm, és a YouTube-on... Ott voltál? Nem, feltöltöttem, és köszönöm, hogy értem, hogy mit csinálsz, próbálsz nevetségesé tenni, hogy ne legyenek az érveim valósak. Csak jól érzem magam, nem nevetném. Igen, de ettől függetlenül bízom abban, hogy a nézőknek nem ez fog átmenni. Na most, a probléma az, hogy lehet ezt szélsőségnek nevezni, én nem is vitatom, ez egy szélsőség. Viszont, amikor az ezt futtató mozgalom, jelen esetben az LGBT, LMBT... Van ezt futtató mozgalom? Igen, mivel Desmond felvezette a nem tudom melyik Pride-ot, ő vezette... Tehát a magyar meleg szervezetet Desmond alá oda kommenteltek, hogy támogatom, és ezt akarom. De bár két meleg szervezet van, vagy hány LGBT van? Tehát, hogy... Én onnan kezdem, legalább egy bocsánatkérés, tehát hogy most beírtam, megnéztem ezt, és nem tudom, mi volt, szerintem ez nem túl jó, hogy gyerekeket ilyennek kitesznek. Te kérsz bocsánatot, vagy én kérjem? Ne, te kérjél, hogy én nekem ez látnom kell. Ja, azért elnézést kérek, ez jogos. De látni szeretném, mert hogy ez nyilván egy társadalmi probléma, vagy kérdés, hogy az LGBT jóvá hagyja ezt. De nem, hogy szerintem nem létezik LGBT. Igen, van egy ilyen tehát, globális hogy... LGBT, akkor kiterekezt ki. Igen, van Budapest Pride-ről mozgalom. De most én voltam a Budapest Pride-on már, és én nem láttam 11 éves gyerekeket, fiúkat, lánynak öltözve táncolni. Azt szerintem olyan volt hangulatilag, mint egy békemenet. Én voltam a Szeulba is Pride-on, a Koreában, és ott mind a kettő a feleségem, de akár lehettem volna barátommal is, de hogy a lényeg az, hogy nem láttam sehol, főleg nem Budapesten. Szóval Budapest nincs Pride, azt mondod, hogy nincs LGBT mozgalom, nincs ilyen, hogy LGBT érdekképviselet, ugyanúgy, hogy Biden kijelentett, hogy antifa sincs, az csak egy eszme. Van, de nem egyetlen egy szervezet. Így van, tehát akkor két LGBT van. Nem az, hogy kettő, ez sok egy baloldali párt van, köztük is van csomó mindenben vita, de mondjuk abban talán nincsen vita, hogy nem kéne kirekeszteni őket. Hogyan vannak kirekesztve? Hogyan rekesztik ki a törvény őket? Hát konkrétan jogfosztás nem történik, de szerintem az önmagában eléggé kirekesztő, hogy nem lehet, mint beszéltük. Nem vettek el tőle jogot, de jogfosztás van. Mondom, nincsen jogfosztás, de attól függetlenül kirekesztő az, hogy nem lehet megemlíteni, hogy létezik olyan, hogy valaki az azonos neműhez vonzódik. De hogy nem lehet megemlíteni? Elvisznek a rendőrök így bilincsben? Valószínűleg nem, mert azt is megbeszéltük, hogy az egész nem azért lett kitalálva, hogy csesztessék a homoszexuálisokat, hanem hogy köszönöm, tudták valószínűleg, hogy a Jobbik ezt meg fogja szavazni, a többiek nem fogják, és akkor megy a vihar a biliben. De a Jobbik miért nem csinálta meg azt? A Jobbik megtehette volna azt, hogy megmondja, figyeljetek ide, fiúk, ez tök jó volt egészen eddig a pontig, és benyújtanak egy módosítási kérdést. És annak megmutatják azt, de hogy milyen? Ezt elfogadják, ezt nem. De bocsánat, nem, a Jobbik... Nem vagyok Jobbikon, nem tudom. Nem, módosító, amik átmertek az ezzel egyetértenek, hát bocsánat, de hogy a Jobbiknak, ez gyakorlatilag a Jobbik javaslata, amit nem tudom mióta be akartak adni, annyi külön... Nekem így magyarázta egyik Jobbikos ismerős, amikor megkérdeztem, hogy mit gondolok róla, hogy hát ez a mi javaslatunk annyi, hogy kivették belőle a kémiai kasztrálást. És akkor így mondtam, ja, oké. Okay. Light. Hogy lenne egy ilyen csonkított, lightosabb verziója. Az viszont meg már egy másik szélsőség, ez a kémiai kasztrálás. Csak azt akarom, hogy nyilvánvalóan szerintem a Jobbik nem tehetett mást, mint hogy megszavazza ezt. Szegény Jobbik, hadd mozsolják már rajta. Nem, most ezt nem úgy mondom, de pont ha ő nem szavazta volna meg ezt a törvényt, akkor az lett volna szerintem ilyen önarconköpés részükről. Várj, azután, hogy összeálltak Gyurcsánya, vagy az előtt? Közben. Tehát, hogy de itt azért ez fontos, tehát ezt ki kell emelni. Na mindegy, tehát én szerintem ez csak azt mutatja meg, hogy ma például olvastam egy olyan hírt, hogy 22 után ez vissza lesz vonva. És akkor majd, hogy melyik? Bocsánat, akkor a Jobbik majd máshogy fog szavazni. Tehát, hogy már megint, majd megint megváltoznak, nehéz bújni.
Szerintem ez egy fontos téma, hogy látszik, hogy érték kérdésekben vannak komoly töréspontok, és ezt mutatta meg ez a javaslat, és kíváncsi leszek, hogy a következő félben még milyen javaslatok lesznek. Nyilvánvalóan a kormánypárt érdeke, hogy bemutassa azt, hogy ez a koalíció amúgy nem gondolkodik ugyanúgy a világról. Hát másrészt meg, hogy bele lehet tolni ugye olyan pozícióban, amiben igazából nincsenek emberek, most akár Szabó Tímet körül tudni lehet, hogy azonnal fel fog háborodni. Jó, de Szabó Tímet nem háborodás. És rá lehet húzni azt, hogy akkor ő meg a pedofiliát támogatja. De Szabó Tímet mit csinál? Úgy szerintem is ez volt a cél, hogy ráhúzza az ellenzékre azt, hogy ő pedofilián, de ugye szerintem egyáltalán nem jött össze. Ez nem jött össze, a törésvonal az összejött, és szerintem ezért is jó, hogy egy kicsit kizúgulunk belőle, mert szerintem itt felesleges abba elveszni, hogy van a Desmond, meg nincs a Desmond, meg hogy mit művelnek Angol-Szásziában. Én csak azt mondom, hogy ha maga a mozgalom konkrétan az történt, amint Desmond, mert ez a legjobb példa, amiből ő felvezette a Pride-ot, ő az LMBTQ-nak a, hogy mondták, valamilyen angol kifejezés használ, az a lényeg, hogy az arca, tehát ő képviseli. Igen, basszus, nem ez még angolul sérül. És ebből következik, hogy nem, az aktuális kormánypártnak be kell adni egy pedofíliával egyben hangzó a melegekről és ismeretterjesztésről szóló semmi ideológia nincs. Várjál, még annyit hadd tegyek, hogy megint csak mikor Desmond ebben a meleg bárban táncolt. Mindig vissza akarod vinni ezekre a konkrét példákra, amiknek Magyarországon semmi relevanciája. De te télen veszel a legnagyobb hóesésben hólapátot, vagy előre? Tehát ezt azért felkészültünk a télre, csak hóra veszem. De szerintem Magyarországon legközelebb, tehát hogy jönnek majd a földön kívül. Menjünk ki együtt a Pride-ra, nézzük meg. Ezt remélem vettük. Mondani ezzel, hogy Desmond, amikor fellépett ebben a melegbárban, az anyja azt írta ki, hogy aki őket kritizálja, az homofób. És az LGBT mozgalom segítséget kért ebben, LGBT plakátokon szerepel Desmond a gyerek. Onnantól kezdve, hogy ez a mozgalom egy drag gyereket futtat, onnantól kezdve, hogy rengeteg olyan hatfejezetben show műsor van, ahol ezzel a mozgalom maga azonosul és ezt üdvözlik, onnantól kezdve szerintem beszélhetünk arról, hogy ezt akár lehet, nem, tehát az LGBT nem azonos a pedofiliával, viszont ez egy gyerekvédelmi törvény, illetve hogyha onnan vesszük, hogy milyen érdekes, hogy az LGBT mozgalmat, ami egy szexuális orientációra épül, vagy orientációkat foglal magába a QIA plusszal, azt Isten őriz összemosni a pedofiliával, mert hogy azért mágiára húznak, meg elveszte a munkát, meg ki tudja még mi lesz vele, főleg nyugatabbra tőlünk. Viszont amikor az egyház, nem a katolikus egyházat összemossák a pedofil papokkal, azon valahogy mindenki nevet, üdvözli őket, és ez olyan szinten kettős mérce, hogy ettől hány inget fog kapni. Figyelj már, azért ez se létezik, most te azt mondod, hogy létezik ez a dolog, és hogy kettős mérce, és nincs így egyszerűen, nincs, senki nem mossa ezt meg össze. Van, aki össze, de van, aki összemossa is, van, aki összemossa, és van egy ekkora spektrum, és most... És akkor arról szól a beszélgetés, hogy fogunk a spektrum legszélsőségesebb végeiről dolgokat, és azt mondjuk, hogy de van, és arról beszélünk komolyan, hogy egy kormány bead egy törvényt. Tehát, hogy egy törvényt alkotnak, és akkor ilyen szélsőséges dolgokkal dobálózunk itt. Vegyük már észre, hogy ez az egész miről szól. Erről szól, hogy van ez a felgyorsított, érzelmes dolog, ez a törésvonalképzés, és az, ez teljesen értem, hogy miért csinálod, vagy érteni vélem, nyilván nem tudhatom, mert nem látok a fejedbe, de egyszerűen igyekszem mindig visszahúzni ezekre a nagyon konkrét, és igen, szerintem szélsőséges példákra, amiket ráadásul hivatkozási alapnak is használsz fel. Tehát... Nem történtek meg? Megtörtént, amit mondtam? És ez most hogy jön ide? Tehát úgy beszélsz erről, mintha ez valami mesebeli dolog lenne, és soha nem fog megtörténni. Így van, nem ez a lényeg a törvény kapcsán, nem ez a lényeg, csak te mindenképpen fel akarod tölteni ezt tartalommal, mint a tényleg lenne mögött tartalom, és nem egy bunkós bot lenne. Hogy nézne az ki, és tényleg csak teoretikusan, ha pont ebben a szekértábor harcban másik oldal azt mondaná, hogy mivel történtek visszaélések a papoknál, ezért a gyermekvédelmi pedofil ellenes törvénybe nem az le, vagy a LMBTQ mellett ott lenne, hogy mondjuk azonos nemű pap nem gyontathat, vagy bármi ilyesmi. Ez kicsit hasonló, nem? Ja. Ez brutális lenne. Megelőző jelleggel. Kanyarodjunk rá arra az altémára. Kanyarodjunk rá arra az altémára, amit már itt pedzegettünk, hogy a DK benyújtott egy olyan javaslatot, hogy azok a papok, akik gyóntatnak, és olyan... Jónási titok pecsétjét törjék fel. Igen, hogyha a gyónó bevallja, ez szó olyan jó, gyónó. Szóval, hogy a gyónó meggyónja azt, hogy ő pedofil, meg hogy ilyen cselekményeket követett el, akkor azt fel kell, hogy jelentse a pap.
hol láttok ebben kivetni? Látom azt az estét a képviselői irodaházban, hogy hú, gyorsan kell valami reggel, hétre kell valami reggel. Valami keresztényeles gyalász. Igen. És most akkor... ez miért rossz ezzel most? Szerintem. Azért, mert ezzel felrugodok, tehát a konkordátum, ez az egész egyház olyan szempontból, ezzel megszünteted a gyónást. A gyónás, ugye nem tudom, közületek volt valaki már gyónni? Igen. Nem a gyónás szintjén. De nem, olyan szempontból, hogy onnantól kezdve a gyónási titoknak a pecsétjét feltöröd. Ugye amikor meggyónsz egy ilyen szörnyű bűnt, a papnak alapvetően kötelessége téged arra buzdítani, hogy te ezt mendítsd. Hát a bíróság meg kötelessége börtönbe zárni. De nem, bocsánat, tehát válasszuk szét az egyházat meg az államot. Tehát, hogy megvannak a törvények, én nem tudom. Szekularizációról beszélsz, igen. Így van, de ez a szó nem jutott eszembe, hanem hogy a mai törvények alapján, ha mondjuk egy bűncselekményt valaki meggyón, uh-huh. akkor a törvények alapján a papot, a pap az bűnészesnek tekinthető el, ha azt nem mondja, vagy sem. Nem vagyok sajnos jogász. Én sem, de szerintem, nem azért akarok belemenni, csak hogy ezt válasszuk el, és szerintem különben az állam nem ismeri azt a kitételt, vagy a jog, de majd megkérdezik, hogy mert a én egyházi szabályaim szerint nem mondhatom el. Ha én neked meggyónom, mint ahogy nem vagy pap, akkor te bűnrészes vagy, hogyha ezt nem jelented. Igen. Nem értek ehhez annyira, hogy ebben most én ilyen szinten állást tudjak foglalni. Én azt mondom, hogy ha innentől kezdve a papok elkezdenék jelentgetni a meggyónt bűnöket, akkor onnantól kezdve megszűnne az egész gyónás intézmény, mert az emberek nem gyónnának meg. Ez egy kulturális és tradícióra épülő kérdés, ami működik ma Magyarországon valahogy. Nem tudom, hogy a jogharmonizáció ebben hogy van, de elfogadja a társadalom. Azért rossz ez a javaslat, amit a DK benyújtott, mert pont ez úgy, ahogy a másik oldal, ez egy belerugás, és ezek után legitimen mondhatja azt az az ember, akinek fontos az, hogy a pappal beszéljen, meggyónja a bűneit, egyfajta ilyen pszichológusi dolog is van ebben, vagy terápiás dolog is sok esetben, az félbeérezheti magát esetleg a jövőben. Erről pont beszéltem. Amiatt ezt én nem tudom támogatni. És mit szóltok ahhoz a nemzetközi botrányhoz, vagy nemzetközi felháborodáshoz, ami ezt a javaslatcsomagot így övezi, mert nem tudom, szerintem Orbán egy kicsit túl alábecsülték ennek a vízhangját, és most konkrétan egész Európa így ez ellen. Kérlek, egy mondatot szeretnék ehhez hozzátenni, csak egyet negyet, és aztán többet nem beszélek erről, mert nem érzem szükségét ennek, annak ellenőri órákat tudnék róla. No, egyetértünk? Szabadon foglalkozni. Igen, Vera Jurova azt nyilatkozta, hogy a jogállamisági kritériumoknak megfelelően az eljárás nem tudják ezzel szemben módosítani vagy fogalmazni Magyarországon, Vera Jurova mondta, mert hogy nem ütközik jogállamisági kritériumokba, és ezt már nem tudják tovább hová bővíteni a jogállamiságnak a fogalmát, mert ez pont nem ütközik bele, és ezt már nem lehet erre kibővíteni. Miért? Amiért te is mondtad, mert gyakorlatilag senkinek a jogait nem korlátozza. Köszönöm. Na, minden terv szerint halad, szerintem vele volt kalkulálva, tehát nem azon, hogy úristen, most véletlenül átvíték. Úristen, a Fidesz hozott egy törvényt, ami nem sérti senki jogát. A fene. Végig mondom, tehát bocsánat, a vörös vonalat átlépték akármi, de hogy is bele volt kalkulálva, mindenki európai baloldal, mindenki tökre ki lesz rajta, közben még csomó rajongót szerez magának Orbán a európai jobboldalon, tök jó, megy a buli úgy, ahogy eddig ment, most éppen egy ilyen téma kapcsán. Ez tök jó nekik, nem? Igen, meg politikailag az is fontos. És nem lehet kidobni emiatt, meg jogállamisági. Mert nem sérti senki jogát, igen, akkor igen, mi a gond? Igen. Egy választásért fontos az, hogy mindenki, aki besorolható valahova, az beálljon a sorba. Ugyanúgy a Fidesz oldalán is fontos, hogy lássák kik azok, akiket érdemes megpróbálni áthozni, vagy sem. Ez a felháborodás, tehát azért megszokhattuk, hogy mindig van felháborodás az EU-ban, és általában semmi következménye nem lesz Magyarországra nézve. Én emiatt egy kicsit szkeptikusan fogadom ezeket a nyilatkozatokat. Szerencsére a török Pride-ot nem ítélték el. De itt nekem a problémám az, hogy miért kellett a fociba beleszűrni ezt az egészet. Tehát az engem mélységesen felháborít. Én erre hadd... De mondjad ki. Nem, csak annyi, hogy ez az egész a sport, azt én szívesen választanám ketté a sportot az ideológiáktól, de hogy most elkezdték ezt a térdelősdít nyomni, elkezdték nyomni az LGBT-t, most láthattuk azt, hogy 35-ben ugyanúgy, ahogy az angol csapat Németországban játszott, ugyanúgy kart lendítettek, mint a németek, hogy tisztelegjenek az uralkodó ideológiának. Nem látok semmi más, csak azt, hogy a testhelyzet megváltozott, az eszme maga nem.
Akkor kanyarodjunk is a focis témára. Elég jól szerepelt a magyar válogatott az Európa-bajnokságon. 2 pontot is szereztek a halálcsoportban, döntetlent játszottak Franciaország és Németország ellen. Most nem arra lennék kíváncsi, hogy mennyire láttátok jónak Szolai Ádám teljesítményét, mert nem ez nem egy sportműsor, hanem arra lennék kíváncsi, hogy mennyire érzitek azt, hogy át lett politizálva belpolitikai szinten a foci. Mert én legalábbis az csapódott le nekem, hogy a Fidesz próbálja ezt úgy interpretálni, hogy a baloldal a válogatott ellen szurkol, hogy az az igazi fideszes, aki a válogatott meccsét nézi. Én az nem az... éreztem ezt, de... És hogy szerintetek van ebbe ráció? Én elmondom, hogy szerintem mi történhetett, de ez megint csak ez a... Jó, engem itt most meg fognak kövezni, én nem vagyok foci. És a válogatott meccseket megnéztem, én alapvetően nem vagyok foci rajongó, vállalom. És, de nem megyek Pride-ra veled, Karcsi. Na, szóval annyi történt, hogy ugye a foci nálunk ugye egyfajta nemzeti dolog. Akárhogy is nézzük, amikor a magyar csapat játszik, a magyar válogatott, akkor Újpest, Kispest, Fradi, tehát mindenki együtt szurkol, ez egy nemzeti dolog, ezt nem vehetjük el. És az, hogy ugye Orbán Viktor Fidesz, meg az egész Fidesz egyfajta a nemzetet képviseli, úgy nem, tehát ez a kettő össze tud forni. Illetve a hazai baloldal, majdnem azt mondtam, hogy magyar, szóljatok rám, a hazai baloldal ezt folyamatosan üsztetett, konkrétan Fekete Győr András olyanokat mondott, hogy ő nem tudja, hogy miért kellene szurkolni a magyar válogatottnak, csak mert ő is magyar, mert tehát sokszor elítélték ezt, kiröhögték, és most, amikor... Tehát ő is szurkolt. Várja, most, amikor a magyar csapat eredményeket ér el, akkor Fekete Győr András hülyen a nemzethez, amihez olyan szinten kötődik, a románhoz, átállt az erősebb oldalra. Ennyi történt. Mindig is szerettem a focit, utolsó ember leszek, aki védeni Fekete Győr András, de ez tök abszurd, de én úgy tudom, hogy mindig is szerette a focit. Videó van róla, ahol azt mondja, de én is azt állítom, hogy tök irracionális egy nemzeti válogatottnak szurkolom, az egész ilyen nemzeti érzés, egy irracionális valami, de attól még jónak tartom, meg én is szeretem. De az érzelmek is van, erről beszélünk. Tudom, azért mondom. Ez pont ez egészen megérhethető amúgy. Nekem ilyen szempontból nem szereti a feleségem, a vele példálózok, de ilyen szempontból ez érdekes, mert ő nagyon nem szereti a focit, én meg nagyon szeretem. És volt szerencsém kint lenni mind a két EB meccsen, amit itthon rendeztünk, és szerintem nagyon jó volt mind a szervezés, mint a gyakorlatilag minden tök profi volt, és a csapat is, ahol a Sallairon nekem csapattársam volt a Puskás Akadémián, szóval már csak ezért is nekem tök érzelmes volt az egész, és szerintem büszkék lehetünk rájuk, politikai ideológiától függetlenül, hiszen a nemzet része a baloldal is, meg a baloldali pártok is, nem csak a jobboldali pártok, és teljesen legitim, hogyha valaki a baloldaliként is szereti a focit, vagy bármilyen sportot, és a nemzetnek szurkol, a magyaroknak szurkol. A másik pedig az, hogy az persze ilyen pózerség volt, hogy mindenki flexelt a stadionba. Én is flexeltem egy képpel, bár pont talán amit feltettem, ott egy portugál szurkolóval együtt volt, de mert szerintem pont ezt is jelenti a dolog, hogy megyek a villamoson, és ott vannak a portugál szurkolók, a francia szurkolók, ők is vonulhatnak, ugye Magyarországon lehetett vonulni franciáknak is, meg bárként ez is egy tök fontos dolog. Diktatúra. És pont ettől lesz Budapest amúgy egy igazán sokszínű város, hogy mindenkinek lehetősége van a szurkolás, és szerintem ez tök jó volt. És az viszont, hogy folyamatosan azt próbálták belénk súlykolni ezen az ünnepnapon, vagy ezen a, tényleg én ezt egy picit ilyen ünnepnek éltem meg, hogy gyakorlatilag behozzák az LMBTQ kérdést ebbe, ez szerintem tényleg csak arról szólt, hogy egy kicsit rosszul érezhessük magunkat. És az, hogy mondjuk a Németországban a magyar szurkolókat azért több visszaélés, több vegzálás volt, szerintem az is. És Németországban ismét előkerült a karszalag, csak már színben. Pedig megmondták nekik, hogy nincs több karszalag, hanem most már átmennek az autóiparra, erre megint ott át. Szivárványszínű karszalagban, és aztán... De az, hogy a játékoson szivárványszínű karszalag, én ezt... Ezt egyáltalán engedélyezte, az a gond. Én úgy vagyok vele, hogy egy államnak, meg egy foci csapatnak is, egy szövetségnek van szuverenitása, hogyha ő szivárványszínű karszalagot szeretne tenni a csapatkapitányára, akkor ez szíve joga. Ha a magyarok nem szeretnének letérdelni, akkor az szívük joguk. Nyilván mindig vannak szélsőségek, aki mondjuk kifűtjük
fütyüli egy másik nemzeti himnuszát, de az, hogy ezeket így felnagyítjuk, mentem a Hősök teréről a Puskásba, és akkor többen írtak, meg látták a sztorimat, hogy milyen a hangulat, hú, látjuk nagyon jó, és akkor írt a feleségem, hogy akkor nem tudom melyik a baloldali hírpoltáron csülhék vagyunk, és akkor ott teljesen jó. Szóval ez a polarizáció, hogy nem tudunk ürülni, és akinek nem tetszik ez, akkor inkább ne szóljon bele. Péter? Az eredeti kérdésedre visszatérve, igen, teljesen átpolitizálták. Szerintem ez az LGBTQ vonal is azért csúszott bele, szó szerint összecsúsztak a témák itt most Magyarországon számunkra, a sajtóban, meg most a politikai történések világában, és mind a két oldal megpróbálta felhasználni ezt a saját politikai narratívájának a bemutatására. A Fidesz nyilván azt akarta mutatni, hogy az a rengeteg pénz, amit beleöntöttek a fociba, az itt a siker. Nyilván ezt a sikert el lehetett volna a tizedennyiből is érni, tehát hogy a baloldalnak sikerült, például korábban a Fidesz előtt sikerült, és a baloldalnak. Ja nem, bocsi. Kit érdekel? Tehát, a szocializmusban sikerült. Mégsem van jó a szocializmusban. És az ellenzék is megpróbálta kommunistát használni. És ugyanakkor voltak a Facebookon szerintem olyan jó reakciók emberektől, amit én nagyon pozitívnak tartok, és benne van a pozitív nemzet érzet is, meg ezek az érzelmi dolgok, hogy az emberek elkezdték felhívni a figyelmet arra, hogy egyébként van akkor a női vízilabda válogatottunk, akik sikereket értek el, ezekre nem figyelünk. Én sem vagyok egy nagy sportos ember, de azt láttam, hogy voltak ilyen felsorolások mindenféle, ugyanebben a 2-3 hét belső nemzeti sikerekről, és ez annak ellenére, hogy ez egy ilyen majdnem győzelem volt itt most az EB-n, engem is így egy kicsit lázba hozott, és ezt a teljesen pozitív érzetet előhozta, és én nagyon sajnáltam, hogy mind a két oldal ebbe belevitte. Valahol ez kódolva volt, egy kicsit rácsatlakozva arra, azt, mondtál, azt, hogy az egész el volt tervezve. Az, hogy a nemzeti érzelmet, bocsánat, beleviszik, az, hogy nemzeti érzelmeket, nemzetpolitikát belevisznek a nemzeti csapatba, az szerintem közel sem akkora katasztrófa, mint az, hogy mindenféle szeretverett népszerű ideológiákat visznek bele, lásd, szivárvány. De mi lenne, ha egyáltalán nem vinnénk bele politikát, vagy hogyha valaki... Igen. És az hát a nemzeti szín az nem politika szerintem. Azt viszont... mondtad, hogy nemzetpolitikát. Igen, igen, rossz elnézést, én kérek elnézést, és... rosszul fejeztem ki magam. Már csak azért sem, mert például ott van Luis Négo, aki pár éve még a francia válogatottban focizott, csapattársa ellen focizott, és én mindig azt mondom, hogy lennénk mi drukkerek, vagy nyilván vannak szélsőségek, de hogy mondjuk rasszisták, vagy ilyesmi, amikor ugyanúgy magyar játékos, és ugyanúgy a csapat része. De én még azokat az embereket, akiket én valamilyen szinten szélsőségesebbnek tartok, még ők sem kritizálták Négónak a származását, de semmit. Én nem vettem volna észre azt, hogy itt most ilyen szempontból. Tehát magyar mez van rajta, magyarokért játszik, magyar pont. Na pont, akkor foglalkozni. De amúgy ebben szerintem, azt hadd kérdezzük, ebben úgy konszenzus van mindenki oldaláról. Bence, rád nézek, csak kérdezem. Miben? Nem, hát ugye a foci az egyfajta nemzeti kérdés, én csak kíváncsi vagyok. Persze, hát a válogatottak azok igen, tehát meg van ilyen. De az összes válogatott. Akkor... Tehát, hogy a foci egy kicsit szerintem túl van súlyozva, de sporttal az többen a helyzet. Többen, piacon is. Na mindig. Amúgy. Foglalkozom a mélylegelőkkel, illetve a volt mélylegelővel, ami már nincs. Azért még van egy pár. Hát de az, amiről most szó lesz, az már nincs. Köszönhetően a Fidelitasnak, akik úgy döntöttek, hogy hát kigazolják a mélylegelőt, és eltüntették a mélylegelőt. Úgy fogalmaztak, hogy a parlagon hagyott területeket az emberek felháborodása ellenére sem számolta fel a budapesti vezetés, amely szerintük alkalmatlannak bizonyult a közszületek gondozására. Ti hogy látjátok ezt az ügyet, Péter? Elmondták, amit el akartak mondani. Nekem ez képletesen nagyon hasonlít erre a csónakos megafonos akcióira, hogy oda mentek, trollkodtak, elmondták a politikai narratívájukat, és ezért is sem értettem azokat az újságírókat, akik úgy kezdték ezt az egészet, hogy a fidelitásosok nem értették, hogy miért van a mélylegelő. De hogy nem értették? Pontosan tudták, hogy miért van, oda mentek, az egészet legyalulták, és utána elmondták a magukét. Nyilván Székesfehérvárra nem mentek le, ahol a Cserpalkovics hasonlóan megcsinálta, mert ott az rendben van, itt nincs rendben. Hogy el kell... Illetve hadd tegyem még hozzá, Székesfehérvára nem írták ki, hogy mélylegelő. De azt nem írták ki rá, hogy mélylegelő. Ó, nem tudták, hogy van. Akkor ott csak nem írták, hogy vették. Igen. Hát hogyha ott nem volt, ha valahol nem volt nyírva a fű, én vállalom azt, hogy vannak hanyag polgármesterek, vagy hanyag, tehát hanyag önkormányzatok, ahol b***nak nyírni a fület, bocsánat, ezt meg kisípoljátok. De az, hogy pofátlanul
kiírják a gazra, hogy méhlegelő. De miért pofátlan ez? Hadd mutassam már, mert kiírják, erre hogy készültem. Hú, pofátlanul kiírták, hogy zebra. Az állnaivkodásra készültem. Nem állnaivkodásra, ez így jön. Ezt hadd körbe légy szíves, nézzétek meg, és majd a kamerának megmutatjuk. Jó, ez a 11. kerület. Ide van írva, szerintem az állampolgárok okulására, hogy ne írjanak az önkormányzatnak arról, hogy itt gaz van, mert nincs gaz. Nem gaz, ez egy méhlegelő. A kamera is látja, ti is látjátok, nem gaz, ez egy méhlegelő. Ugye, ezt hadd tegyem ki ide, nem tudom, melyiknek kell mutatni ide. Szerintem most mindenki ide. Várjál, hadd mutassak még egy másik képet. Itt van nekünk, mutatom én nektek. Odaírtam volna egy pipacs. Ez egy gyönyörű virágos rét, tele virágporral, itt legelnek a méhek. Itt nem legel a méh, itt legel a méh. És mennyi idő szerint ebből ez lesz egyébként. Várjál. A táblát kirakod, nem változik meg azonnal. Még van valami. A képekkel ebből... nem látom a méheket. Környezetismeret óra, ilyesmi részt vettél te annak idején, amikor jelentem ebből a büdös életben nem lesz ez, de várjál, hadd mutassak még valamit. Miért kéne, hogy pipacsmező legyen egy másik növényből? Mert azt szép. Hadd tegyük már ezt ki, de légy szíves. Itt, ezen a képen, az egyetlen méh, ami legelni tud, az ez. Mi ez? Mond. Nem, ez egy ló. Ez az egyetlen, ami itt tud legelni. Amennyiben ilyen méhek fognak röpködni, én nem fogok kimenni az utcára. Köszönjük szépen, ennyit akartam. Ez egy ilyen szórakoztató matencsőrészlet. Hadd próbáljak meg erre reagálni. Szerintem amúgy a Fidelitas csinálhatta volna jól is ezt az akciót. Milyen rohadékoknak a szállták? Benzines kaszával, nem környezetvédő. Mert bevallom őszintén, én tehát hozzánk a 18. kerületbe jöhetnének, mert rengeteg olyan köszönet van, amit az önkormányzat nem tud időben lekaszálni, szükség lenne segítségre, de hogy pont nem azt mutatták meg, amit én, ha mondjuk én lennék a Fidelitas politikai tanácsadója, akkor mondtam volna nekik, hogy tehát pont ne a mélylegelők beszálljanak bele, hanem azokban, ahol... hanem pont ott, ahol nem megy a karbantartás, vagy a... Igen, a mélylegelő az egy olyan hely, ahol nem megy a karbantartás, csak kiírták, hogy... Nem feltétlenül, tehát a 11. kerületi, azt meg kell nézni, én nekem egy méhész ismerősöm küldött egy anyagot, hogy mi az a mélylegelő, hogy kell, hogyha esetleg ilyen eszünkbe jutna a 18. kerületben, én nem szeretnék mélylegelőt, a körzetembe szélesztem és a polgármesternek, én azt szeretném, hogy levágják a füvet időben. és szerintem amúgy ez egy kretén akció volt. Nem azért, mert elmondták a véleményüket, hanem mert pont nem sikerült szerintem a legitim, vagy nyilván ez a vélemény is legitim, de pont nem sikerült arra a politikai problémára felhívják a figyelmet a budapestiek számára, ami amúgy probléma, hogy nem tudjuk lekaszállni a füvet a kerületet. De itt ez sosem az volt a cél, politikai problémák a felhívni. Jó, de pontosan, mert ugye úgy fogalmazott meg, mintha ők mindig is jó fejek lettek volna, és egy legitim problémára akarták volna felhívni, csak hibáztak. Szerintem ez azért elég, ez konkrétan olyan volt, mint amikor elmentek, volt az a, hogy hívják, trestegelés, amikor kimentek szemetet szedni különböző helyekre fiatalok, begyűjtötték kukákba, és akkor pózoltak vele. Tehát, hogy most, hogyha azt elfogadjuk, hogy az egy legitim dolog, annak ellenére, hogy annak még annyi haszna sem volt, mint ennek, mert itt azért legalább lekaszálták a füvet, hát akkor most miről beszélünk? Szerintem a szemét, meg az, hogy meghagyunk egy területet a méheknek legelni, az egy kicsit. Hadd ne vegyem már elő a papírjaimat megint benne. Nem, hát nem, mert nagyon de láttál már, nem veszem elő neked, megígérem, és ez nem a Pride. Láttál már te méheket te a gazban? Csak te asszociálsz mindig ilyen egyértelmű. Láttál már méheket a gazban, Bence? Én nem is láttam a mélylegelőt csak képen, mert ilyen körülbelül így ebben a, nem tudom, akkor körben mozog így a választ. De azért kérdezi, mert te folyamatosan nézted a méheket. Igen, én biztos ilyen online kamerák, és te 24 per 7-ben ott ültél, nem, és de én napi szinten járok közben a felrájtott pörgött, egy vagy két napos folyamat. Le van írva, el lehet olvasni, meg lehet érteni, a méhész ismerőssel közd össze, el fogja magyarázni neked, meg minden, de te érted, csak nem akarod. De amúgy nem baj, hogy mélylegelő. Őket csinálunk egy városban. De megint ott vagyunk, hogy feltételezted, hogy értik? Nem feltételeztem. Szerintem, hogy amúgy nyugodtan elnaivkodhat bárki, csak mondjuk a négy fal között, és nézi benzeres fékaszával az ízésen. Nem, menjünk vissza, tehát hogy van egy legitim dolog, hogyha arra utalsz, hogy vannak olyan gondozatlan területek, vannak. Szerintem azt a fidelitásosok nem tudják bizonyítani, hogy ez egy gondozatlan terület volt, csak lecsaptak erre a mélylegerőre, és elmondták a magukét. A másik oldalról meg azért mondjuk ki, hogy igen, van a városkertészetben ilyen, ez is alá van támasztva, és ez működik. Tehát az most már biológiát viszont és az egész ökoszisztéma dolgot.
mondjuk két Karácsony Gergely tavaly kaszálták ugyanezeket a területeket, akkor ők tavaly mi ellenesek voltak, most pedig nem. Nem feltétlenül ugyanazok a területek, de nem, ide most a Bargóci kellene, mint főkertész, hogy mondjál, hogy milyen örülök vannak rajta. Meg lehet csinálni mély legelőt, vannak speciális vetőmagok, meg... Hát azt nem azt láttuk, hogy a már ott lévő vetőmagok elkezdtek burjánzani, míg dzsungellé nem nőttek. Oké, és ez tűnhet dzsungelnek is, de ha valami tényleg normálisan, ugye, szakmailag mély legelő, akkor azt mindenkinek tiszteletben kell tartani, hogy az önkormányzat ilyet csinál. Tökre értem, tehát, ha a szobrokat se döntögetjük le. Mi nem. Vagy a maradt ez nem a legjobb példa volt ebben a kontextusban, de hogy a lényeg az, hogy ezt tiszteletben kell tartani. Igen, az önkormányzat kijelölt egy területet, mélylegelőt csinál, lehet kritizálni, hogy ez szakmailag nem jó vagy jó, de nem kaszáljuk le. Le lehetett volna a mellette lévő területet kaszálni, ami nem mélylegelő, és ugyanúgy... Jó, akkor azt mondom most erre a bögre vízre, hogy ez kávé. Tehát ráteszek egy kis matricát, ez egy finom kávé. De ezt kávé. Te nem tudod megállapítani. Nem a bögre víznél, a mélylegelőnél. A szememmel ránézek, és azt látom, hogy ott először még kaszálták a füvet, majd gazdag. Ha dedikált mélylegelőket csinálnak, elszóránk én kis magokat. Honnan tudod, hogy nem szóltak el magokat? Mert nem mondták, a magok, nem mondták. Oda van írva, hogy mélylegelő. Hát, ha odaírom, ha kirakom a homlokomra, most ez nagyon sarkos példa, hogy ha az egered akváriumba születik, akkor hal lesz. Tehát attól, hogy kiteszek egy táblát oda, attól még nem lesz valami. Úgy kellett volna, hogy ez mélylegelő, hiszen elvetettük a nem tudom milyen magokat, blablabla. Bla, bla, amik amúgy zöldek még ebben az állapotában, szóval Linci, ne vágj. Ez mélylegelő, szerintem. Jó, oké. Na, lépjünk is tovább, szerintem. Ez szép volt, ez szép volt. Lépjünk is tovább, szerintem. És beszéljünk Orbán Viktor katonáiról. 80 éves korában elhunyt Jankovics Marcell, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar rajzfilmrendező, és neki a temetésén fogalmazott meg Orbán Viktor érdekes gondolatokat, ezt most fel is olvasnám. Amikor eljött a mi időnk, én is hosszú évekig értetlenkedtem. Vártam, hogy suhincson. Széleset, erőset, mélyet. Vágja őket ketté, vagy mint mesehősei, aprítsa miszlikbe, ahogy vele tették, amikor kiszorították, félrelökték és örömmel szúrták alattomos tőreikkel a szívtájék felé. Miniszterelnökként adtam hozzá vasat, kohót, salétromot, olmot és fegyverkovácsokat is, de nem és nem. Nem hallottam sem csontok rogogását, sem inak szakadását, sem eldőlő testek zaját, és nem láttam kosárba hulló fejeket sem. És egyre csak zúgolódtam, elégedetlenkedtem és sürgettem, mire vár még? De nem, és nem. Most nem mondom azt, hogy én meglepődtem ezeken a gondolatokon, de nem az történt itt, hogy Orbán Viktort tetten értük azon, hogy hogyan gondolkodik ő valójában a kultúrharc témakörében. Tehát Orbán Viktor itt elmagyarázza azt, hogy misztikba aprítás, csontok robogását, inakszakadását, hulló fejeket vár el a katonáitól, amihez még vasat, kohót, salétromot és fegyverkovácsokat is ad. Na, egy gondolatot, hogyha szabad. Én ebben, amikor ezt olvastam, én nem éreztem ennyi sok... hogy arról mondtam, hogy ezek metaforák, és én metaforaként kezeltem. Csak nem mindegy, hogy milyen metaforát használ az ember. De szó szerint vettük mi sem. Igen, nem csak úgy értem, hogy itt túl sokat látunk bele, többet látott bele a 444 is, mint ami ebben van. Ez az én meglátásom. Jó, de ebben megint csak nem vagyok szakértő. Ebben nem vagyok szakértő. Akkor én is, mondjad előttem, hogy a végén. Nem csak ennyit akartam, hogy ez egy véleménycikk volt ugye a 444-en, tehát hogy ez nem egy konszenzus, hogy ezt gondoljuk, hogy feltárult Orbán Viktor belső világa. Bár gondolom kritikusai szeretnék ezt gondolni, lehet, hogy van benne egy kicsi abból a mesei hős típusból, amit szeret magára tenni, hogy ő egy ilyen mesevilágban van. Itt most szerintem kimondatlanul ő a király volt, aki azt várta valakitől, hogy ezeket a mesei hőstetteket hajtsa végre. Ő szeret ezzel játszani, hogy nem tudom, te szerintem levetítettek neki a fehér lófiából egy 2-3 perces részt, abból így pár gondolatot így kivett, és akkor így összerakta ezeket a metaforákat. Talán van benne valami ebben a magyarázatban, de túl sokat nem látnék bele. Én csatlakozom, de... Igen, abban a részben, hogy túl sokat nem látnék bele, én nem tudom, nem hiszem, hogy ebben több van, mint amennyi itt elhangzott. Itt nem a mesében van a lényeg, hanem az, amit eddig is tudtunk, hogy Orbán Viktornak minden és mindenki egy bunkós bot, amivel jól kupán lehet vágni azokat, akikről úgy gondolja, hogy a 90-es években az ő kurzusát nem hagyták érvényesülni, ami egyébként szerintem így is van, de ebben nem az volt szerintem a fűnek, ahogy most akkor ez kiderült, mert ezt eddig is tudtuk, hogy a kultúrharc van, csatarendbe állítja az
elvileg művészeket, de szerintem ez a súlyos vétek, hogy a művész, egy művésznek lehet valami politikai sztétmentje, mert szíve joga megteheti meg azt is, hogy nem, viszont erővel csatarendbe állítani művészeket, meg ezt elvárni tőlük, az vétek, mert a művészet az nem erre való. És szerintem az a gáz ebben az egészben nem az, hogy kiderült, hogy hogy működik a kultúra, az mindenki tudta, hanem az, hogy egy művésznek a temetésén erről beszélt, szerintem ez több pofátlanság egyébként. Végül is, hogy mondjam, méltatta, hogy ő akármennyire akarta, nem állt be, de szerintem az egész kultúrharc téma egy Jankó és Marcell temetésén méltatlan. Ennyi. Karcsi? Maximálisan egyetértek. Tehát ennek nem volt itt a helye, én azt gondolom, és bár elég szépen volt megfogalmazva, szóval picit így a, még mondhatnám, hogy a régi magyar órák hangulatára hajazott, mint amikor felolvastad ezt a részt. Lehet, hogy megnézem az előtte lévő, meg az utána lévő dolgokat, és hogy még jobban kontextusba lehessen helyezni. Egyetértek, nem volt ennek itt a helye, de nem is kell túlreagálni. Én annyit tudok mondani, hogy szerintem most... Igen, hogyha most itt elkezdek most erről bármit is mondani úgy, hogy megint csak hangsúlyozom, nem vagyok ennek a szakértője. Szerintem, ahogyan te mondtad, a művészet legyen szabad, lehet bármit bárhol mondani. Az, hogy te úgy érzed, hogy ennek nem volt itt a helye, az egy, megint csak egy szubjektív vélemény. Szerintem ebben nem volt semmi gond, és nem látok bele semmi olyat, ami... Megértem, hogy sokak szerint miért nem való az egy temetése, megértem, hogy miért látják így, ettől függetlenül én nem ezt látom bele, de mondom, nem, ezt most nem lehet taglalni, mert ez megint csak vélemények ütköztetéséről lenne szó. Na hát itt négyből kettő témában valamilyen szinten ilyen konszenzus és egyetértés következett be, ami szerintem igen megható dolog. Már. És köszönöm ezeket a megható pillanatokat Ádámnak, Péternek, Karcsinak és Bencének, a Krekentánnak köszönjük, hogy biztosították a helyszínt számunkra. A nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk, sziasztok!